A tavalyi 900 ezer tonnás országos nagytermés helyett idén mindössze 450 ezer tonna almára számítanak az alma terméktanács szakemberei. Ez az átlagos évek 600 ezer tonnás termésétől is elmarad, melynek a tavaszi fagy, az azt követő aszály és a túlzottan csapadékos májusi időjárás az oka, de emellett a jégkárok és a viharkárok is nagyban tizedelték az idei termést. Szabolcs megyében különösen gyenge az almatermés. Országos átlagban beszélünk a tavalyi termés feléről, de Szabolcs megyében a tavalyi termés kb. 30-40%-a látszik realizálódni. Somogyban, Pest megyében, Bács-Kiskun, Dél-Dunántúl, tehát más fontosabb almatermő tájokon viszont egy 70-80%-os almatermés látszik, és ennek az eredője az országos átlagos közepes termés. Egész európai szinten a tavainál jóval gyengébb termés látszik, azzal együtt, hogy még pontos európai termésbecslések nincsenek, csak augusztus elején fognak rendelkezésre állni, de most úgy látszik, hogy mind EU-s szinten kisebb az almatermés, Magyarországon határozottan rosszabb az almatermés, mind a tavainál, mind az átlagosnál, így nyilvánvaló, hogy a termelők mind az étkezési, mind a léalma fontján sokkal kedvezőbb árakra számíthatnak, mint a tavalyi évben. Azzal együtt, hogy árprognózisba nem merünk addig belemenni, amíg augusztus elején nem látjuk tisztán a hivatalos európai termésbecslést. A felvásárlóknak és a termelőknek augusztus 1-jéig kell szerződést kötniük a felvásárlási árakról, azonban az európai piac és a lengyel almatermés nagyban meghatározza a hazai árakat is. Az alacsonynak ígérkező termésbecslés azonban jó hír lehet a hazai gazdák számára. Lengyelországról egészen ellentmondásos információk érkeznek. Az az egy fix, hogy a lengyeleknek sokkal gyengébb termésük van, mint a tavalyi, és mivel a lengyelek adják az Európai Uniós termés harmadát, ezért ők az ár meghatározók, és ha náluk gyenge termés van, az az egész Európai Unió árszintjére kedvezően hat. Árakról nem lehet beszélni, de viszont nagyjából lehet mondani, hogy a tavalyi nyomott áraknál sokkal kedvezőbb árakra kell számítani, és azt gondolom, hogy az se túlzás, ha azt mondjuk, hogy a sok éves átlag áraknál is kedvezőbb árszint fog kialakulni a piacon. A hazai almatermésre jellemző, hogy minden évben megközelítőleg az egyharmada étkezési minőségű, idén azonban az átlagosnál több a fagyléces, deformált vagy egyéb módon károsodott alma. Ezen az elmúlt hetek viharos, jégkáros időszaka is sokat rontott, így idén várhatóan még kisebb lesz a jó minőségű étkezési alma aránya.